Éjfélig érvényesek az éves országos és vármegyei autópályajegyek. Csaknem 3,3 millió darab éves E-matrica érvényessége jár le január 31-én. Azok, akik megfeledkeznek a határidőről és díjfizetés nélkül autóznak, több tízezer forintos büntetése is számíthatnak. Éves matricát vásárolok, így nem felejtem el. Idén is online vásárolja meg az autópálya matricát Nagy Dávid. Azt mondja, tudja, hogy ma van a határidő. A Szegeden élő férfi azért szereti az interneten vásárolni a matricát, mert így elkerülhető a sorbanállás, és rengeteg időt spórol meg vele. A vármegyei matricát szoktam megvásárolni. Csongrád Csanád vármegyére a két település között az elkerülő szakaszt tudom használni az autópályán, ami nyilván sokkal gyorsabb, mint hogyha a városon keresztül közlekedni, illetve biztonság szempontjából is teljesen jó. Akik rendszeresen több fizetős szakaszt is használnak, azok gyakran inkább éves országos matricát vesznek, ha az éri meg a legjobban. Apukámék Érden laknak, M0-ás, M7, anyukámék Budafokon, ott is az M0-ás az, amit sokan használok, illetve nyaranta szoktam sokat Balatonra járni, főleg vitorlázni, és akkor ugye az M7-es autópályát azt elég sokat használom. Több mint 3 millió éves E-matrica érvényessége jár le január 31-én. Sokan hagyták az utolsó pillanatra az autópálya matrica vásárlást, ez áll a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató közleményében. A társaság adatai szerint idén január 28-ig mintegy 1,3 millió éves E-matricát vásároltak az autósok, vagyis a tavalyi évre vásárolt mennyiség több mint a felét még nem vették meg a közlekedők az idei esztendőre. Azoknak, akik idén is rendszeresen szeretnék használni a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakat, pár órájuk van az autópálya matrica beszerzésére. A korábban vásárolt matricák érvényessége ugyanis mai éjfélkor lejár. Az autópálya használati díjak árai ugyan emelkedtek, népszerűségük azonban így is töretlen. A tavalyi adatokból az látszik, hogy a legtöbbet Pest vármegyére vették meg a sofőrök, a sort Fejér majd Győr-Moson-Sopron követi. Azok, akik megfeledkeznek a határidőről és matrica nélkül autóznak, több tízezer forintos büntetésre is számíthatnak. Az, aki jegy nélkül hajtott fel egy fizetős szakaszra, egy órán belül büntetés nélkül pótolhatja a mulasztást. Az új díjtáblázat 2024. január 1-től érvényes. A tíznapos, a havi és az éves országos, illetve vármegyei tarifák a korábbi évekhez hasonlóan gépjármű kategóriánként változnak. A tervek között szerepel az egynapos autópálya matrica bevezetése is március 1-től. A szakemberek szerint ez leginkább a külföldieknek és az átutazóknak lehet majd hasznos.